A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága néhány éves szünet után élesztette fel a korábbi hagyományt, mely szerint a különböző osztályok bajnokai megmérkőznek egymással a nyári szünetben. Szombaton Nyírbátorban a megyei első osztályban aranyérmes Tuzsér, a három másodosztályú bajnok, a Sényű, a Nagyecser és a Máté Szalka, valamint az öt harmadosztályú legjobb, a Ramocsaháza, a Nábrád, a Tiszabercel, a Lövőpetri és a Nyírlugos lép pályára, hogy 2x25 perces meccseken eldöntse az abszolút elsőség sorsát. Azért tartottuk fontos. Már végül is egy adott esemény, ami a megyét mozgatja meg, és pláne a legjobb csapatokat tudjuk megmozgósítani, az kiemelt fontosság, azt gondolom az igazgatóságnak is, mert meg ott a legjobbak gyűlnek össze, azt gondolom a szakmailag is, és azt gondolom, hogy emberileg egy olyan lehetőséget tudunk összerakni, illetve megismerkedni még jobban egymással, illetve kibontani azokat a problémákat, ami azt gondolom mindenkinek fontos, és egy ilyen környezetben, egy ilyen helyen meg azt gondolom, ezt meg tudjuk tenni. A megyei igazgatóságon egyébként minden készen áll a szezonkezdésre, amelyre a harmadosztályú csapatok egy-egy laptoppal is gazdagabbak lesznek, így amikor szükséges lesz, kapcsolódni tudnak majd az MLS informatikai rendszeréhez. Amit szeretnénk, hogy a megye hármas csapatoknak egy olyan lehetőséget biztosítunk, egy olyan átállást, ami a laptopok, illetve az internet világában most már nagyon fontos, egy új rendszerre fog áttérni az MLS, ami decembertől fog bekövetkezni, és szeretnénk őket felkészíteni. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy a megye hármas csapatokat fel tudjuk zárkóztatni, nem csak elektronikusan, hanem egyéb szempontok alapján is. A jövő hét végén kezdődő bajnokságban a megyében a három osztály 8 csoportjában 138 csapat vág majd neki a pontvadászatnak. A szombati és vasárnapi fordulók zökkenőmentes lebonyolításáról 180 játékvezető gondoskodik majd.